Megkérdeztük a szabadkai nőket, hogyan vélekednek a nőnapról, miként készülnek erre a napra, és felszokták-e köszönteni őket. Nincs itt a család közelben. Mivel nyugdíjas vagyok, akkor nekem most már majdnem minden nap ünnepnap. Különben szép nap az, szép a társaságban, egymásnak gratulálni még mindent, de már kiment a divat. Mikor dolgoztunk, akkor tartottuk, mert kaptuk az ajándékokat, most már nem annyira érdekes. És mit tapasztal a fiatalabbak, mennyire tartják hát ezt az ünnepet? Hát aztól fül, a szerelmesek tartsák. Ha nem felejtik el, küldenek esetleg SMS-t egymásnak, meg ilyesmit. Na most már más élet van, mint valamikor. És régen, amikor még jobban ünnepelték. Akkor volt, akkor rendesen. Akkor készített is ott. Igen, volt. Igen, akkor volt. Sütemény volt, kínálóasztal volt, akkor mindenféle volt. Az valamikor elmúlt, mikor az ember már megöregszik, akkor minden nap ünnep, ha nem beteg. Nem, a zsebűt jó. Semmiképp sem lehet rossz, és a szép dolgokat meg kell ünnepelni. Nem készülök különösebben, mert munkanap lesz, és dolgozom, de mindenképpen támogatom a megünneplését. Általában a legközelebbi családtagok és barátok köszöntenek fel. A munkahelyemen már nem tartjuk. Ne. Meg szokták-e ünnepelni a nőnapot? Divat-e igen. Még a családban? Igen, még az, még divat. Ugye az apuka ugye szokta venni a virágot a nagy, tehát az unokáknak, gyerekeknek is. Minden évben meg szoktuk ünnepelni a nőnapot. És a családnői tagjai hogyan készülnek rá? Hát süteménnyel, akkor üdítővel, és ugye néha ritkán, de ilyen ebéd meg vacsorával szokunk. És csak a családon belül ünnepelnek, igen, vagy szokott szomszéd, vagy nem, barát? Nem, családon belül szoktuk ünnepelni. Az iskolákban még mindig megünneplik március 8-át. A pedagógusok szerint ennek nevelő célja is van, hiszen figyelmességre neveli a gyerekeket. Emellett a közös készülődés, ajándékkészítés még jobban összekovácsolja az osztályt. Gulyás Petra, a Bajsai Általános Iskola másodikos tanulója elmondta, hogyan készül az osztálya a nőnapra. A lányok készítenek a fiúknak, a fiúk meg a lányoknak. És a lányok mit készítenek a fiúknak? Hát nem tudom. Ja, az április elsejére. Hát mindig szoktak hozni valamit a fiúk, míg meg az anyukáknak szoktunk. Mit csináltok anyukáknak? Ilyen kulcstartót gombolyagból. És a tanítónéni segít elkészíteni? Igen. Tanítónéninek hogyan kedveskedtek? Hát, inkább valamit csinálunk, valamikor megveszünk. És akkor valamit. Mit csináltok olyankor, ha hát, úgy döntetek? Kézi munkázunk, vagy rajzolunk, nem tudom. És várod a nőnapot? Igen. Szép szokott lenni? Igen. Összejövünk mindig, és akkor eszünk, iszunk. A megkérdezett férfiak szerint ezt a szép hagyományt mindenképpen folytatni kell. Tóth Tamás és Abonyi Tamás minden évben örömmel készül a nőnapra. Számomra abszolút nem teher, én mindig örülök, meg egyébként legalább alkalom, amikor nyugodtan vetek egy virágot, mert ha néha meglepem az asszonyt, akkor rögtön azt mondja, hogy mit csináltál. Tehát már most itt tartunk, ekkor nem, ekkor nincs ilyen. Úgyhogy és a felesége teher. Is készül otthon valamivel kedveskedik? Bolyan, igen, tehát vagy elmegyünk este majd vacsorázni egyet, ez most egy kicsit szerencsétlen jött ki, mert nekem pont most van a születésnapom is, ez egybe van kötve most a nőnappal, de egyébként igen. Nem tudok ez mit hozzátenni, én is egyébként nagyon szeretem. Hát szerintem egy fontos dolog ez, azért az ember nem vesz minden nap virágot, úgyhogy ha más nem, ezzel el kell ismerni a nőknek a szerepét. És mit gondol, ez csak egy hagyomány itt nálunk, vagy pedig átalakult inkább már így a nők iránti tisztelet, figyelmesség napjává. Mert valamikor ugye kötötték ezt a nők egyenjogúsági harcához. Pontos eredetét én sem tudom, hogy ez honnan van, de szerintem is. Tehát ez már legyen tisztelet is, meg a hagyomány is. Én azt mondanám, hogy nem alakult át még a mai úgynevezett nagyon jól mondom, feminista társadalom felé, ahogy mondjuk még akkor se, de szerintem is mind a kettő. Én azt mondom. A munkahelyükön tartják-e még a nőnapot?
Én azt mondanám, hogy igen, azért szoktunk így közösen összerakni pénzt, vagy összedobni, és meg szoktuk lepni a hölgyeket. Úgyhogy szerintem mindenféleképpen ez egy fontos hagyomány. Már néhány napja megvettem az ajándékokat, csokoládét és rózsát fogok adni a család nőtagjainak, és néhány lánynak. Szerintem ez a nőnap jó alkalom a figyelmességre, bár egész évben figyelnünk kellene a hozzánk közel álló nőkre, de talán jó egy külön napot is szentelni nekik. Az első nemzeti nőnapot az Egyesült Államokban tartották meg 1909-ben, azután, hogy nők ezrei tüntettek, rövidebb munkaidőt, jobb bért és választójogot követelve. Egy évvel később a Koppenhágában megrendezett második nemzetközi szocialista nőkongresszuson a német Clara Zetkin javasolta, hogy világszerte tartsanak évente nőnapot. Érdekes megemlíteni, hogy Svájc volt az utolsó európai állam, ahol a nők szavazati jogot kaptak, mégpedig 1971-ben. Magyarországon viszont még az 1918-as évi néptörvénynek köszönhetően az elsők között szerezték meg a nők a szavazati jogot. Magyarországon 1913, nálunk 1914 óta ünneplik a nőnapot.